Pénzed van, mibe fektest? Egy harmad részt ingatlanba, egy harmad részt értékpapírba, egy harmad részt aranyba. Valamelyik a három közül mindig meg. Annak, akinek nincs pénze, arra van pénze, hogy holnap meg tudja venni a zöldborsó főzeléknek halott, az ne gondolkozzon az aranyba, és ne is vegyen aranyat magának, semmi értelme nincs. Aranyat annak szabad csak venni, akinek tényleg több millió forint áll a rendelkezésre, és nem bántja az, veszek 10 millió forintért egy kiló aranyat, azt elteszem, és nem majd egyszer előbb.